Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. A mi Úrunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket, valamint mindazokat, akik a Kecskeméti Televízión keresztül, illetve a YouTube csatornán keresztül nézik, vagy kapcsolódnak be ebbe a szentmisénkbe. Új egyházi évet kezdünk a mai napon, advent első vasárnapja van. Egyben ez a szentmise a Piarista Gimnázium diáksága számára patrocíniumi Kalazanci Szent Józsefre, aki a piarista iskolákat és a piarista szerzetes rendet alapította, az ő emlékmiséje is egyben. A szentmise kegyelmeit felajánljuk elhunyt Király András soltvadkerti plébános atya lelki üdvösségéért. Szentmise elején vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek, testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és malasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Könyörögjünk. Mindenható örök Isten, önst híveit szívébe szent elhatározást, hogy jó tettekkel siessünk a közelgő Krisztus elé, ő pedig egykor jobbjára állítson minket országában, és mindnyájan együtt örvendjünk a boldog örökké valóságban. Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben,
Isten mindörökkön örökké. Olvasmány Izajás próféta könyvéből. Te vagy, Uram, a mi atyánk, mert Ábrahám nem tud rólunk, és Izrael nem ismer minket. Te, Uram, te magad vagy a mi atyánk. Régtől fogva megváltunk a neved. Miért hagytad, Urunk, hogy letérjünk útjaidról, és hogy megkeményítsük szívünket, ahelyett, hogy félve tiszteltünk volna? Fordulj felénk újra a te szolgáidért, örök részed törzseiért. Ó, bár csak széttépnéd az egeket, és leszállnál. Színed előtt megolvadnának a hegyek, mint ahogy a láng felgyújtja a rőzsét, és ahogy a tűz felforralja a vizet. Így neved ismerté válna ellenségeid előtt, és a nemzetek megrendülnének színed előtt. Leszálltál, hogy színed előtt megolvadtak a hegyek. Nem hallotta soha senki, valóban fül nem hallotta, és szem nem látta, hogy lenne Isten rajtad kívül, aki ilyeneket vinne végbe azok javára, akik benne bíznak. Te elébe sietsz annak, aki az igazsághoz szabja tetteit, és aki útjaidon járva rád emlékezik. Íme, te megharagudtál ránk, és mi mégis tovább vétkeztünk. Bűneinkben vagyunk régtől fogva, bárcsak megszabadulhatnánk. Olyanok lettünk, mint akár a tisztátalan, és igaz voltunk, mint a beszennyezett ruha. Elfonnyadtunk, mint a falevél, és gonoszságaink, mint a vihar, elsodortak minket. Nincs senki, aki segítségül hívná nevedet, aki fölkelne és beléd kapaszkodna. Mert elrejtetted előlünk arcodat, és kiszolgáltattál minket bűneink hatalmának. Mégis, Urunk, te vagy a mi atyánk, mi vagyunk az agyag, és te, aki formálsz, a te kezed művei vagyunk mindnyájan. Ne haragudj ránk, Urunk, oly nagyon, és ne emlékezzél többé gonoszságainkra. Figyelj ránk, s lásd meg, mindnyájan a te néped vagyunk. Ez az Isten igéje. Szent Lecke, Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből. Testvéreim,
Kegyelem nektek és békesség atyánktól, az Istentől és Jézus Krisztustól, a mi Urunktól. Veletek kapcsolatban szüntelenül hálát adok az Istennek azért az isteni kegyelemért, amelyet Krisztus Jézusban nyertetek. Benne gazdagok lettetek minden tanításban és ismeretben. A Krisztus melletti tanúságtétel is megszilárdult köztetek. Így semmi kegyelmet sem nélkülöztek, amíg Urunk Jézus Krisztus megjelenését várjátok. Ő mindvégig megerősít titeket, hogy fedhetetlenek legyetek Urunk Jézus Krisztus napján. Hűséges az Isten, aki meghívott fiának, Jézus Krisztusnak, a mi Urunknak közösségébe. Ez az Isten igéje. Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Márk könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk! Abban az időben Jézus így tanított. Vigyázzatok és virrasszatok, nem tudjátok, mikor jön el az idő. Az idegenbe induló ember is, amikor otthagyja házát, szolgáira bízza mindenét, és mindegyiknek kijelöli a maga feladatát. A kapuőrnek megparancsolja, hogy virrasszon. Legyetek hát éberek, nem tudjátok, mikor érkezik meg a ház ura. Lehet, hogy este, vagy éjfélkor, kakasszóra, vagy reggel. Ne találjon alva benneteket, ha váratlanul megérkezik. Amit nektek mondok, mindenkinek mondom, virrasztatok. Ezek az evangélium igéi. Krisztusban, kedves testvérek, kedves piarista diákok! Mai alkalommal három fontos, aktuális témát boncolgatunk ebben a prédikációban. Adventi időszak kezdődik, rá akarunk tekinteni most ennek elején, hogy mit is jelent számunkra adventnek a lelkülete. Másodikként azt említjük meg, hogy a héten ünnepeltük piarista iskolában, nem csak itt Kecskeméten, hanem szerte Magyarországon és a nagyvilágban, Kalasanci Szent Józsefnek az emlékezetét, ünnepét. Úgy nevezzük ezt az ünnepet magunk között régi latinos elnevezéssel, hogy patrocinium, Kalasanci Szent Józsefnek, aki égi pártfogónk, őneki az ünnepe, emlékezete. Harmadsorban pedig meg szeretnék emlékezni röviden ebben a szentmisében is, nemrég eltávozott két
számunkra nagyon kedves, szeretett piarista atyáról, Balázs Gergely atyáról és Szabó István atyáról. A mai nappal advent kezdődik számunkra. A szó egy latin kifejezésből ered, adventus domini, vagyis az Úrnak az eljövetele. Hármas várakozás jellemzi, miközben az Úr eljövetelére várakozunk. Ilyenkor felidézzük magunkban az Ószövetségnek a hosszú évszázadait, amikor is a próféták gyönyörűen írtak a messiás iránti vágyakozásukról, várakozásukról. Másodszorban készülünk, mint ahogy minden évben, az idei karácsonyra is, Jézus Krisztus születésének az ünneplésére, az azzal kapcsolatos kegyelmeknek a felidézésére és befogadására. És várjuk, ahogy olvastuk az evangéliumban is, várjuk Jézus Krisztusnak a dicsőséges második végső eljövetelét. Advent lelkülete tehát ezekben a szavakban foglalhatóak össze. Várakozás, virasztás, megtérés, bűnbánat, imádság. Ebben az időszakban a fény szimbólumának is nagy a jelentősége. Közeleg a téli napforduló, egészen addig egyre sötétebbek a nappalok, egyre hosszabbak az éjszakák, és egyre rövidebb a világosságnak az ideje. De a sötétség növekedése nem csak fizikai tapasztalat, hanem nagyon sokszor lelki, szellemi értelemben is megtapasztalhatjuk azt magunk körül, akár a nagyvilágban, akár személyes életünkben is. Ilyenkor jó, ha eszünkbe jutnak Jézusnak a reményt adó szavai. Én vagyok a világ világossága, mondja Jézus az őt követőknek. Ezt a világ világosságát jelképezi az adventi koszorú is, és karácsony fényei. Itt, a mi templomunkban is, mint ahogy sok-sok más templomban, minden templomban ilyenkor meggyújtjuk az adventi koszorún az első gyertyát, hogy majd az elkövetkezendő hetekben egyre több gyertyát gyújtsunk meg, és végül elérjünk karácsonyig. Kedves testvérek, felidézek most egy kirándulást, egy zarándoklatot, amelyet nemrég tettem meg egy piarista öreg diákot elkísérve Mária Nosztrára. Mária Nosztrán pálos atyák, pálos szerzetesek vannak, működnek, nagyon szép a kegy templomuk, és ott az egyik mellékoltárnak a festményén, képén akadt meg a szemem. A pálos szerzeteseknek az alapítója esztergomi Boldog Özséb, és a festménynek, a képnek a tanúsága szerint összegyűjtötte 800 évvel ezelőtt a Pilisi erdő mélyén lévő apró pici lángocskákat, ezt mutatja a kép, és ezek a pici lángocskák az ott egymástól függetlenül szerte szét szórodva élő, imádkozó remetéket szimbolizálta. És Özséb, ahogy összegyűjti őket egy szerzetes rendben, az összegyűjtött láng még hatékonyabb, még jobban lobog, még jobban világít a sötétben. Azt mondhatjuk, hogy a szentek, mint ahogy esztergomi Boldog Özséb is, vagy kalazanci Szent József, ami piarista alapító szentatyánk, Krisztusnak a vízfényei. Ahogyan az égre föltekintünk és látjuk a bolygókat, az a napunknak a fényét tükrözik vissza. De mint említettem, a héten piarista szerzetes rendet és iskolákat alapító kalazanci Szent Józsefre emlékeztünk. Az ő élete és tevékenysége is fényes világosságnak bizonyult az idők folyamán. Tudjuk, hogy nagyon sokféle eszme és politikai irányzat próbálja jobbá, szebbé, boldogabbá tenni a világunkat. És vannak többé-kevésbé sikeres próbálkozások, de egészen katasztrofális próbálkozások is vannak. Megtapasztaltuk ezt a történelem folyamán, mint például a fasizmusnak a működése, vagy a kommunizmusnak a működése. Kalazanci Szent József életműve, a piarista iskolák ügye azonban, hála Istennek, sikeresnek mondható, és kiállta az idők próbáját.
Néhány évvel ezelőtt ünnepeltük a rend működésének 400. évfordulóját. Galazanci Szent József Spanyolországban született, és kisgyermek korában, ahogy elmondja róla az életrajz írója, volt egy olyan kis epizód, ami nagyon szívhez szóló, nagyon kedves történet. Már kisgyermek korában is úgy hívták, hogy a kis szent, és ezzel nem gúnyolták, hanem az ő imádságos, vallásos lelkületére utaltak. És ez a kisgyermek egyszer úgy vélte, hogy látja az ördögöt, a gonoszt megtestesítő alakot, nem messze a házuktól egy olajfának a lomb koronáján ülni. És akkor hazaszaladt, és egy a legnagyobb kést elvitte otthonról, hogy ő elmegy és elpusztítja ezt a gonoszt. A történet szerint, ahogy fölmászott a fára és próbálta a gonoszt elpusztítani a késsel, leesett és önmagát sebezte meg ezzel a késsel, tehát tulajdonképpen elpusztítani nem tudta a gonoszt, a rosszat. Mégis nagyon jelképes, szimbolikus az, amit tett, hisz ez minden mindnyájunknak a feladata életünkben, ebben a világban, hogy küzdjünk a gonosz erői ellen, és a jót juttassuk érvényre, hogy a világunk egyre boldogabb, egyre szebb legyen. Tulajdonképpen egész élete folyamán ezt tette Galazanci Szent József, ez volt a hivatása, jobbá, szebbé tegye a világot, harcolva a gonosz, a rossz, a sötétség erőivel szemben. De felnőtt korában a Szentlélek sugallatára nem ilyen egyszerű, naív módon próbált küzdeni a rossz ellen, hanem megtalálta azt a hatékony eszközt, amivel valóban tudta a jónak az erőit segíteni. Ez pedig az iskola alapítás. Iskolát és az azt fenntartó szerzetes rendet, a piarista rendet alapította meg, és amikor azt mondom, hogy az iskolát, akkor ugyan egy iskolával kezdtek, de ez az iskola, mivel sikeres volt, ezért szerte szét terjedt az ő piarista iskolájának a rendje, rendszere, nem csak Itáliában, Spanyolországban, hanem szerte Európában, és manapság a világ 4 kontinensén is. Iskolája mindenki iskolája volt, vagyis a rászorulók számára is nyitott iskolát teremtett, ebben volt az egyik újdonsága az ő iskolájának. Később, évszázadokkal később követték a különböző társadalmakban, országokban ezt, hogy tudnilik népiskola, mindenki számára nyitott iskolarendszert alapítottak, hogy ne csak a kiváltságosak, ne csak az elit tanulhasson, hanem minden ember számára a növekedés, a fejlődés útja adva legyen. És nagyon fontos, hogy Galazanci Szent József összekapcsolta a hitre és a tudásra való nevelés, oktatás egyformán fontos területét. Vagyis két olyan területet, ami sokszor küzdelemben van egymással, ő azt mondta, hogy ezek egyáltalán nem ellentétei egymásnak, hanem kiegészítik, sőt erősítik egymást. A hitben való növekedés és a tudásban, ismeretekben való növekedés. Galazanci Szent József életműve ma is modern és állandóan megújuló. Egy másik nagyon fontos tulajdonság, hogy sokszínű, alkalmazkodni tud a világ legkülönbözőbb országaihoz, társadalmaihoz. Ezért van az, hogy mind a fejlett világban jelen van, Európában, Észak-Amerikában, de a kevésbé fejlett területeken is, sőt ott egyre inkább növekszik, Afrikában, Ázsiában, Dél-Amerikában is, ez a piarista mű, a piarista iskoláknak a rendszere. Itt Kecskeméten is több évszázadra nyúlik vissza a piaristák jelenléte. 6 évvel ezelőtt ünnepeltük, hogy a kecskeméti piarista iskolánk 300 éves. És az iskola mellett ugye mindig, mint fenntartó, ott volt a piarista szerzetesi közösség is. Piarista szerzetesi közösségünk nemrég még 10 főt számlált. Sajnos az utóbbi időben 2 tagja, 2 szeretett testvérünk, szerzetes testvérünk elköltözött ebből a földi életből a Jóistenhez. Balázs Gergely atya és Szabó István atya. Az ő alakjukat is szeretném a mostani alkalommal röviden felidézni. 2 különböző piarista típust láttunk az ő működésükben. De mégis nagyon fontos, hogy a különbözőségükben is ugyanannak az eszménynek a szolgálatában voltak mind a ketten.
a kalozanciusi művön, a piarista művön keresztül Isten országát, az evangélium értékeit építették. Balázs Gergely atyának az életében inkább a papi, lelkipásztori él volt az erősebb. Híres volt arról, hogy a betegeket milyen alázattal és szolgálatkészen látogatja, látja el. Valamint, hogy a gyóntatásban és a engesztelő imában milyen kitartó, milyen lelkes. És jellemző volt rá az, ami Kalazanci Szent József, és amit fontosnak tartott, a Máriás lelkiség, a Máriának, Krisztus édesanyjának a tisztelete. Szabó István atya életéből azt szeretném kiemelni, hogy ő inkább a tanárság területén alkotott nagyot, reál szakos volt, matek, fizika és technika szakos, és hát tudtuk róla, hogy a mérnöki véna is jellemezte, nagyon sokszor, amikor építkezni kellett, épületeket felújítani, vagy valamit megszerelni, hogy netán iskolai kirándulásokhoz, vizitúrákhoz hajókat, kenukat előállítani, építeni, akkor ő nagyon nagyot tudott alkotni, és nagyon hatékony volt ezeken a területeken. Az egész életútjukat most nem is elevenítem föl, csak néhány markáns vonásokat említem meg. Szabó István atyánál még azt, hogy a cserkészet az ifjúságnak a iskola falain kívül való nevelése is az erősségei közé tartozott, és amikor még nem is volt cserkészhető, akkor is tudta már ezt gyakorolni a piarista gimnáziumnak a falai között, illetve hát kívül, amikor nem volt iskola idő, akkor a diákokat a szocializmus évtizedei alatt is cserkészmódra vitte kirándulni, és hát itt nem csak a kirándulás önmagában volt fontos, hanem a közösség építés. Azt mondhatjuk mind a két atyáról, hogy fénylő csillagok voltak a piarista égboltunkon. És amikor rájuk emlékezünk, akkor természetesen némi szomorúság is van a lelkünkben, de sokkal inkább öröm és hálaadás. Milyen jó látni olyan emberi életutakat, amik építik az Isten országát, amik jobbá, boldogabbá teszik világunkat, életünket. És akkor adódik a kérdés, hogy mi vajon megtaláljuk-e a feladatunkat, megtaláljuk-e azt a munkát, tevékenységet, amellyel mi is hozzájárulhatunk Isten országának az építéséhez. Amikor csillagról beszélünk, vagy fénylő csillagról, akkor nem valamiféle mai értelemben vett sztárságról, vagy celebségről akarunk beszélni, tehát nem mutogatni akarjuk magunkat, de nagyon fontos, hogy megtaláljuk azt, hogy a Jóisten milyen területet, milyen irányt, milyen feladatot szánt nekünk. És ha imádkozunk hozzá, ha kérjük a Szent Lelket, akkor bizonyosan megtaláljuk ezt az utat. És ha szintén kérjük a Jóistennek a kegyelmét, segítségét, hogy ebben eredményesek, szorgalmasak, kitartóak tudjunk lenni, akkor miként a két említett piarista atya is, a szenteknek a sokasága, és akiket nem is kanonizáltak hivatalosan, nem mondunk szenteknek, de mégis áldjuk az emléküket, jó példájukat, ezeknek a sorába mi is be tudunk állni, és mi is Isten országának a polgáraivá tudunk lenni, mi is közre tudunk működni Isten országának építésében, kiteljesedésében. Hisszük azt, hogy Krisztus hozta el ezt az üdvösséget, a megváltást, a mennyországot az emberiség számára, és az ő nagy fényéhez, az ő nagy lángjához mi magunk is hozzá tudjuk adni azt az apró, pici, de nem jelentéktelen lángocskát, amit a Jóisten elvár tőlünk, amit meg tudunk tenni. Adja Isten, hogy ezt az utat fölfedezzük, és hozzá tudjuk tenni a világ világosságához a magunk kis szerepét, munkáját. Amen. Imádkozzuk el a hitvallást. Hiszek az egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, aki az atyától született az idő kezdete előtt. Isten az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől. Született, de nem teremtmény.
az Atyával egylényegű, és minden általa lett. Értünk emberekért, ami üdvösségünkért, leszállott a mennyből. Megtestesült a Szentlélek erejéből, Szűz Máriától és emberré lett. Poncius Pilátus alatt értünk keresztre feszítették, kínhalált szenvedett és eltemették. Harmadnapra föltámadott az írások szerint, fölment a mennybe, ott ül az Atyának jobbján, de újra eljön dicsőségben, ítélni élőket és holtakat, és országának nem lesz vége. Hiszek a Szentlélekben, Urunkban és éltetőnkben, aki az Atyától és a Fiútól származik, akit épp úgy imádunk és dicsőítünk, mint az Atyát és a Fiút. Ő szólt a proféták szavával. Hiszek az egy szent, katolikus és apostoli anyaszentegyházban. Vallom az egy keresztséget a bűnök bocsánatára. Várom a holtak föltámadását és az eljövendő örök életet. Testvéreim, a várakozás fogékonnyá teszi a lelket. Kérjük Urunkat, hogy az adventi várakozás készítsen elő a kegyelem befogadására és a lelki megújulásra. Add Urunk, hogy második eljöveteledet várva mindig készek legyünk megújulni igazságban és szeretetben. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add Urunk, hogy egyházad tiszta és fedhetetlen legyen, amikor újra eljössz. Kérünk téged, hallgass meg. Add, hogy azok, akikre a földi hatalmat bíztad, békében és igazságban vezessék a népeket. Add, hogy az adventi szent időben bűneinktől megtisztuljunk, és a szeretetben tökéletesedjünk. Add, hogy amikor a rászorulóknak segítséget nyújtunk, megérezzék a te jóságodat. Kérünk téged, hallgass meg minket. Mindenható Istenünk, segíts, hogy az advent folyamán egyre jobban megismerjünk téged, és tetteinkben fedhetetlenek legyünk Krisztus a mi Urunk által. Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atyaisten előtt. Fogadja el az Úr kezemből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére,
mindannyiunk és az egész Anyaszent Egyház javára. Kérünk Istenünk, fogadd el adományainkat, amelyeket jótéteményedből felajánlunk, hogy buzgó lélekkel bemutatott áldozatunk nyerjen örök jutalmat a mennyben. Krisztus, a mi Úrunk által. Az Úr legyen veletek. Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk neked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus, a mi Urunk által. Ő első eljövetelekor magát megalázva testet öltött, teljesítette a kezdettől fogva neki rendelt küldetést, és megnyitotta számunkra az örök üdvösség útját, hogy amikor dicsőséges fényben újra eljön, látható valóságban nyerjük el, amit most ígéretében bízva várunk. Ezért mi is, miként az angyalok és főangyalok, a trónod körül álló hatalmas égi szellemek és minden seregek a mennyben, a te dicsőséget himnuszát szengjük, és velük együtt vég nélkül énekeljük. Szent vagy, szent vagy, mindenség Uram. Szent vagy, szent vagy, szent vagy, Dávid Lámfia. Szent vagy, szent vagy, szent vagy, áldott Istenünk. Szent, szent, szent az Úr, aki volt, aki van, aki eljövetünk. Ég is földem volnak, ég ide nem volnak, ég is földem volnak, ég ide. Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árasz le rá szent lelkedet, hogy számunkra, ami Urunk Jézus Krisztus, teste és vére legyen. Ő, mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk föltámadásodat, amíg el nem jössz. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a szent lélek mindnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viselj szívedben, Urunk, egyházad sorsát az egész világon, tett tökéletessé a szeretetben fel.
Balázsért csekünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, a Szent Apostolokkal, és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd, mindenható Atyaisten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Amen. Isten úgy szeretett minket, hogy üdvözítőt küldött nekünk, aki testvérünké lett. Ezért merünk így imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítünknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol, mindörökkön, örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És veletekedre. Köszöntsétek egymást a béke jelével. Legyen békesség. Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához, Jézus az Isten báránya. Uram, nem vagyunk méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Krisztus teste és vére, őrizze meg minket az örök életre. Várj és ne félj, az Úr jön.
Könyörögjünk. Kérünk, Istenünk, szolgáljon javunkra ez a közösségben bemutatott áldozat, amellyel már mostani mulandó életünkben megtanítasz arra, hogy az égieket szeressük, és az örökké valókhoz ragaszkodjunk. Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Templomunk hirdetései. Hirdetjük a testvéreknek, advent első vasárnapjával új liturgikus év indul. Adventben, a karácsonyi készület bensőséges időszakában, ebben a járványos időben elsősorban lelki elmélyüléssel igyekszünk gazdagítani a környezetünket és családjainkat. Adventben hétfőtől szombatig reggel 6 óra 15-kor hajnali roráte miséket tartunk, melyekre szeretettel várjuk a kedves híveket. Az esti szentmise 18 órakor kezdődik, alatta gyóntatás is lesz.
December 3-án, 4-én, 5-én este 18 órakor Nyeste Pál piarista atya tartja az adventi elmélkedéseket templomunkban. A koronavírus felerősödése miatt a püspökkari rendelkezéssel összhangban a következőket szeretnénk kérni a kedves hívektől. Kötelező a szentmisék és egyéb szertartások alatt a templomban szájmaszkot használni. Áldozásnál igyekezzünk az előírt távolságot megtartani. A szentmisén kívüli szertartások, litánia, szentségimádás elmarad templomunkban. Egyénileg igyekezzünk ezeket elvégezni. Aki idős kora, krónikus betegségei vagy egyéb súlyos ok miatt veszélyeztetve érzi magát, fölmentést kap a kötelező szentmisén való részvétel alól a járvány egész idejére. A plébánia irodája napközben a szokott időben működik. Jövő vasárnap, első vasárnap tartós élelmiszer gyűjtünk a portán a máltai szeretett szolgálat részére. A piarista általános iskola online beiskolázási programot hirdet a leendő első osztályos gyermekek és családjaik számára, adventi naptár nyitogató címmel, 2020. november 30-ától. Bővebb információt az iskola honlapján találnak, alsó tagozat beiskolázás menüpont alatt. Szintén a beiskolázás menüpont alatt ott lehet találni a leendő 9-eseknek, gimnazistáknak a beiskolázási hirdetését is. Jövő héten is lesz, mint ahogy a múlt héten is volt már, online nyílt nap. Ezekre is szeretettel várjuk azokat a 8-os diákokat, szüleiket, akik érdeklődnek a piarista gimnáziumban való továbbtanulással kapcsolatban. Ünnepeink a következő héten. Hétfőn Szent András apostol emléknapja. Csütörtökön Xaveri Szent Ferenc áldozópap emléknapja. Pénteken Damaszkuszi Szent János áldozópap emléknapja. Hirdetéseink megtalálhatók a templom bejáratnál a hirdetőtáblán. A Szent Mise végén szeretném megköszönni templomunk zenekarának az énekes zenei szolgálatát. A zenekarnak a neve Dúr együttes vagy Dúr templomi zenekar. Az Úr legyen veletek! Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A Szent Mise véget ért, menjetek békével! Ott a kezed, és így, hát Jézus fénye út a sötétben. Ott
a kezed is üljük át, Jézus fénye út a sötét.